A régi rendszert nem tudjuk megváltoztatni, és ezzel megteremteni azokat a körülményeket, melyekre szükségünk lenne, mihez kezdhetünk. Ez a kérdés előhív belőlem egy Buckminster Fuller idézetet. Ne a régi rendszert próbált megváltoztatni, inkább alkoss egy újat, mely a régit elavulttá teszi. Valahogy úgy lehet ez, hogy idővel az új rendszer elég éretté válik ahhoz, hogy átvegye a régi szerepét. És ezáltal előbb-utóbb régivé válik. Saját és a világ jelen állapota miatt érzett csalódottságunk és frusztráltságunk miatt a legtöbben a mostani vezetést teszik felelőssé. Tőlük kérik számon a változások elmaradását. Azonban a mostani vezetés azzal van elfoglalva, hogy a villanykapcsoló megmaradjon a bekapcsolt állásban. Magyarul, meg kell oldani az élelmiszerellátást a világ társadalmainak, szervezeteinek folyamatos működését. A rendszer fenntartása nem hagy időt és lehetőséget a radikális változtatásokhoz szükséges, alapos újratervezéshez. Ezért az én és a hozzám hasonló emberek feladata az új szisztéma mielőbbi kidolgozása. Egy olyan működőképes rendszert kell létrehozni, amely képes átvenni és sikeresen folytatni a régitől átvett feladatokat. Belátható, hogy erre a jelenlegi vezetés nem képes. Ha nem is várjuk el tőlük az új szisztéma megalkotását, azt joggal remélhetjük, hogy teret adnak az új rendszerhez szükséges kutatásokhoz. De ennek élettel való megtöltése már a mi dolgunk, méghozzá belátható időn belül.